elutasítva fellebbezést nyújtott be Horváth Jácint a notebook kiosztás kapcsán. Farsangi hétvége több környékbeli rendezvényen is megpróbálták elűzni a telet. Nemzetközi öreg fiúk teremtorna, a Rédics örülhetett az olajbányás csarnokban. Jó estét kívánok, Hajnes Rita vagyok, ez a Kanizsa TV híradója, március 1-én, kedden. Jöjjenek a részletek! Fellebbezést nyújtott be Horváth Jácint ellenzéki képviselőjelölt a Nemzeti Választási Irodához, miután a helyi választási bizottság elutasította a Cseresnyi és Péter elleni kifogását. Több médiafelület is hírt adott róla, hogy február 18-án Cseresnyi és Péter, a térség országgyűlési képviselője, a Fidesz képviselőjelöltje részt vett az állami notebookok kiosztásán a Batthyány Lajos gimnáziumban. Horváth Jácint szerint ez a kampányidőszakban jogsértő tevékenységnek minősül. A választási bizottság nem fogadta el a képviselőjelölt kifogását. A tagok a döntésüket azzal indokolták, hogy annak benyújtására az eseményt követően 3 nap áll rendelkezésre. A kifogás alapvetően arra irányult, hogy Cseresnyi és Péter a Batthyányi gimnáziumban laptopot osztott, tulajdonképpen egy EU-s pénzből vásárolt laptop osztáson vett részt, és önmaga is képviselőjelöltként részt vett ezen az eseményen, kampányidőszakban történt ez már. Több olyan jogszabályi hivatkozást is beírtunk a feljelentésbe, vagy a kifogásba, ami tulajdonképpen szerintünk meg lett sértve ezzel a tevékenységével. Horváth Jácint elmondta, ők a hír megjelenésének időpontjában értesültek az eseményről, így onnan számítva 2 napon belül adták be a kifogást a bizottsághoz. Maga a jogsértés azáltal is megvalósult, hogy az Alai Hírlap, illetve az aol.hu felületein, továbbá más internetes portálokon is a mai napig látható ez a hírt, ez a tudósítás, így, és ez a tudósítás ezekre a felületekre hétfőn, illetve kedden került fel, mi a kifogást szerdán adtuk be, tehát tulajdonképpen szerintünk benne vagyunk a határidőben, épp ezért fellebbezést nyújtottunk be a döntés ellen a Nemzeti Választási Irodához. Amennyiben a Nemzeti Választási Bizottság elutasítja a fellebbezést, a képviselőjelölt 3. fokon a kúriához fog fordulni. Az ügyben megkerestük Cseresnyi és Pétert is, amennyiben kapunk választ, közölni fogjuk. Koncert, bábszínház, jelmezes felvonulás és gyerekdiszkó szórakoztatta a résztvevőket a farsangi mulatságon a Miklósfai Mindenki házában. A Fiatal Családosok Klubja Nagykanizsa Alapítvány szervezésében most először búcsúztatták el a telet a település részen. Nem csak Miklósfáról, egész Nagykanizsáról várták a családosokat szombaton a karneváli hangulatú kikapcsolódásra. Az alapítvány azért hirdette meg az eseményt, hogy hosszú kihagyás után a gyerekek, a szülők, a rokonok és a barátok végre együtt is tudjanak szórakozni. Nagyon jó volt hallani, hogy a gyerekek mennyire várták ezt a farsangot, így a pandémia ideje alatt ez különösen öröm számukra, hogy a szüleikkel együtt tudnak újra ünnepelni. Ugye még az iskolákban, a bodákban általában ezt az ünnepet nem tudták közösen megtartani, úgyhogy ezért is örülök, hogy összetudtuk ezt most hozni. A gyerekek és a felnőttek egyaránt beöltöztek, a jelmezes felvonuláson mesefigurákkal, kisállatokkal és a különböző foglalkozásokat bemutató ruházatokkal is találkozni lehetett. A családommal érkeztem, a férjemmel, meg a 2 gyerkőcömmel, illetve a tesommal és az ő férjével, illetve a kislányukkal, és mi így 4-en ászoknak, a francia kártya alapjául ászoknak öltöztünk, hogy mi legyünk a 4 ász, mi vagyunk az ászok, nagyon jól érezzük magunkat, kicsik és nagyok is, a programok szerintem jó, és tovább folytatjuk most majd táncikálással. A családi nap nagy sikert aratott, a farsangi programra előzetesen mintegy 80 család regisztrált. 2 év kihagyás után újra maszkáztak Nagyrécsén, a vasárnap délutáni közösségi programon ismét részt vett a falu apraja nagyja. Több éves, sőt évtizedes hagyománya van Nagyrécsén a kulturális vidám programoknak. A falu és a helyi kultúrház vezetése, valamint a községben működő klubok szinte minden népi hagyományhoz köthető eseményt megünnepelnek. Legyen szó a szüretről, vagy éppen a farsangról.
Az elmúlt években a járványhelyzet miatt nélkülözniük kellett a helyieknek a vidám télűző eseményt, de idén sikerült újra megmozdítani a falu lakosságát. A kastélyi udvarán gyülekeztek a farsangolók vasárnap délután, és a település több utcáját bejárva hirdették a tél végét. A felvonulás végén a falu központjában elégették a telet jelképező bábút. Ezt követően a vendéglátás sem maradt el. A fánkversenynek köszönhetően különböző receptek alapján készült finomságokat lehetett kóstolni, mellette meleg teja és forradból várta a jelmezbe öltözött récseieket. Böllér fesztivált rendeztek a hétvégén a sportpályán Nagybakónakon. A településen ez volt az első disznóvágással egybekötött összejövetel. A program a Dombhátról Dombhátra projekt részeként valósult meg. Szombaton már kora délelőtt javában zajlottak az előkészületi munkálatok a faluban. Az együttműködés célja elsősorban a közösségépítés, a helyiek és a környező települések lakóinak összekovácsolása. A környékbeli települések legalább megismerjék egymást, mert a pandémiás időben most nagyon elmaradtak egymást az emberek, eltávolodtak. Ez szerintem nagyon jó ötlet. A főzőversenyre összesen 7 csapat, köztük 3 nagybakónaki formáció jelentkezett. Babgulyást csinálunk, igazából semmi extra nem lesz bent, egy sima babgulyás, zöldségekkel, kis füstöltel és a hozott házi disznóval. A pályázatnak köszönhetően nyáron folytatódik a rendezvénysorozat a községben. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Nyílt nap, bemutatkozott a Becsehelyi Kiviszolgáltató Központ. Nemzetközi öreg fiúk teremtorna, a Rédics örülhetett az olajbányás csarnokban. Nyílt napot rendeztek a Becsehelyi Kiviszolgáltató Központban. Az esemény során az érdeklődők betekintést nyerhettek az intézmény alapszolgáltatásainak működésébe, valamint megismerhették az itt foglalkoztatott, fogyatékossággal élő gondozottak mindennapi tevékenységeit. Tavaly kezdte meg működését a Kiviszolgáltató Központ Becsehelyen. Az intézményben működő program a Holtfény Otthon kiváltása Nagykanizsán projekt részeként jött létre, amelynek köszönhetően 4 településen 5 lakóházat hoznak létre, összesen 60 fogyatékossággal élő ember számára. Zimborás Béla elmondta, ezzel a projekttel kívánnak élhetőbb körülményeket biztosítani a gondozottaknak. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei igazgatója szerint a lakók számos munkafolyamatban bizonyíthattak. Most készülnek, itt azért egy farsangi rendezvény is történik. Itt elsősorban most a különböző termekben, különböző terekben játékos feladatok vannak, kézműves feladatokat végeznek, és majd itt készülnek egy fánksütésre a nap hátralévő részében, és részt vesznek a település farsangi rendezvényén is majd a lakóink. Németh Géza, Becsehely polgármestere felidézte, hogy a szolgáltatóközpont épülete igazán különlegesnek számít a településen. Korábban iskolaként, majd idős otthonként használták. Az elmúlt évben nyerte el mostani funkcióját. Ez egy fontos épülete Becsehelynek, és ezért örültünk annak, hogy funkciót tudtunk neki találni, illetve nem mi találtuk, hanem a funkciót az funkció keresett meg bennünket, mi csak igyekeztünk kihasználni a lehetőséget, hogy a TL házak mellett a szolgáltató központ is ide kerüljön, és ezzel ezt az épületet is hasznosítani tudtuk. A nyílt nap során az érdeklődők megtekinthették a szolgáltatóközpont épületét, valamint a szomszédos Árvácska otthont is, amelyben jelenleg 12-en élnek. A tavalyinál több diák jelentkezett idén emelt szintű érettségire Kanizsán. Azaz elmúlt években már megszokott tendencia, miszerint a 11-es gimnazisták többsége előrehozott vizsgát tesz, 2022-ben sem változott. A dr. Mező Ferenc gimnázium tanulóinak jelentős része már rutinos érettségizőnek számít végzőskorára, mivel 11-ben szinte kivétel nélkül mindenki megszerzi a középszintű érettségit idegen nyelvből. Az angol, illetve a német nyelv mellett sokan informatikából és földrajzból is korábban vizsgáznak. Májer Anitától, az intézmény igazgatójától megtudtuk, idén a legtöbb diák valamelyik tárgyból emelt szinten teljesíti az érettségi vizsgát. 3 osztályunknak 87 diákja fog érettségizni, akik már az előrehozott érettségi vizsgák keretében a nyelvi vizsgákon túl vannak.
Ők mindösszesen 96 darab emelt szintű érettségi vizsgára jelentkeztek több tárgyból. Ezek közül a leggyakoribb vagy legelterjedtebb ugye a nyelvek, angol és német nyelv és az informatika. A szakképzési centrum Cserháti tagintézményében idén 63 diák tesz érettségi vizsgát. Ez a szám nem tér el jelentősen az előző években tapasztaltaktól. Péter Váriné, Kis Sarolta igazgató azonban hozzátette, idén kevesebben választották az intézmény külsős érettségizőként. Emelt szintű vizsgát viszont többen tesznek. Azt gondolom, hogy összlétszámában ez az előző évekhez hasonló létszámot jelent. Igazából talán emelt érettségizőnk egy picit talán több van, mint amennyi a tavalyi évben volt, de összességében ugyanannyi a létszámunk, mint szokott. Az idei érettségi időszak május 2-án kezdődik, és június 24-én zárul. A Rédics nyerte a Kustán és Társai Nemzetközi Öregfiúk Terem labdarúgó tornát. A rangos megmérettetést 2 év kihagyás után rendezték meg ismét, a helyszín az Olajbányás csarnok volt. A népszerű teremtornának ez volt a 8. kiírása. Legutóbb 2019. novemberében rendezték meg, az elmúlt 2 évben viszont a pandémia miatt nem tudták lebonyolítani a mérkőzés sorozatot. A 10 csapat ezúttal új helyszínen, az Olajbányás csarnokban küzdött meg egymással. Lőrinc László főszervezőtől megtudtuk, az előző években 16 együttes mérkőzött. A csökkenésnek a vírushelyzet volt az oka, de azt remélik, hamarosan újra a régi létszámmal tartatják meg a megmérettetést. Mini tornára koncentráltunk, nem akartuk, hogy sokan legyünk a csarnokba. Eddig ugye jöttek a horvátok is, 2 csapattal a szlovénok. Most csak a szlovénok jöttek, mert ott könnyebb az átkelés a határon. Horvátok most visszamondták, de reméljük, hogy helyreáll a rend, akkor a horvátok is jönni fognak. A csapatok között többen már jól összeszokott társaságnak számítanak. Évek óta szerepelnek a mostanihoz hasonló rendezvényeken, sőt kispályás ligákban is pályára lépnek. A jelenlegi csapatunk nagy része aktív még ma is a Megye 3 nyugati csoportjában, a Rédics nagypályás bajnokságban vesz részt. Egy felkészülési állomása ez a torna a nagypályás bajnokságnak. A rédicsiek számára olyan jól sikerült a felkészülés, hogy egészen a döntőig meneteltek, ahol gól nélküli döntetlent követően 7 méteresekkel verték a Lendvát. A teremtornával bővebben pénteki Szertár című műsorunkban foglalkozunk. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Elutasítva fellebbezést nyújtott be Horváth Jácint a notebook kiosztás kapcsán. Farsangi hétvége több környékbeli rendezvényen is megpróbálták elűzni a telet. Nemzetközi öreg fiúk teremtorna, a Rédics örülhetett az Olajbányás csarnokban. Ez volt a Kanizsa TV híradója március 1-én kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen 20 óra 15 perckor jön a Kanizsa Kult legújabb adása. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!